résztvevők való közösségnek. A projekt általános célja, hogy a Pannonegyetem új korszerű digitális tananyagokkal támogatott műszaki, gazdasági képzéseiről kikerülő diplomások középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek a munkaerőpiacon, hozzájárulva ezzel nem csak az egyetem, hanem az ország versenyképességének megteremtéséhez is. Pannon Egyetemen kétfajta logisztikai képzés is zajlik, egyrészt a műszaki informatikai kar keretein belül a logisztikai mérnök és a gazdaságtudományi kar keretein belül a logisztikai menedzser-mester képzés. Mindkettőre jellemző az, hogy elmélet és gyakorlat egyensúlyára épülő képzésekről van szó, és az is jellemző, hogy gyakorlati tapasztalattal már rendelkező szakemberek tanulnak ebbe a képzésbe. Magyarországnak a gazdasági fejlődéshez nem csak az élő munkaintenzív technológiákkal, hanem logisztikai központok kialakításával, működtetésével, logisztikai szolgáltatások révén kell hozzájárulni. Ehhez képezzük mi azokat a szakembereket, akik ilyen rendszereket tudnak működtetni. A projekt keretében 18 a logisztika és az ellátási lánc menedzsment témaköréhez tartozó tantárgy, előadások és szemináriumok interaktív, e-learninges tananyagát fejlesztik ki. A programban résztvevő tanárok e-learning orientált módszertani és pedagógiai képzésen vehetnek részt, virtuális osztálytermeket alakítanak majd ki, valamint a hallgatók számára egyéni felkészülésű, szakmai nyelvtanulását segítő angol nyelvű rendszer kialakítása valósul meg. A további cél olyan mintaszerű, a későbbiekben mintaként használható anyagok és eljárások kialakítása, amelyek által más munkatársak is képesek lesznek saját tárgyaik e-learning alapú fejlesztésére.